Atyáztok, újra itt vagyok, és most a Chroma nevű várframe-páncélt fogom bemutatni. És akkor szerintem kezdjünk is bele. És akkor vegyük szemügyre a képességeit. Az első képessége a Spectralis Cream lenne. Ami azt teszi alap értelemben, hogy tüzet lehelünk szó szerint, de majd még ki fogok térni, szóval ez lenne az első képessége. És persze ezt, hogyha benyomjuk, ez addig tart, ez energiától függ, szóval nem árt oda figyelni, hogy szabályozzuk az energiát a páncélban. Hol van az Elemental Ward képessége, a kettes, hát azt szeretnénk ilyen támogató képességnek is, ami képesség időtartamra megy. Szóval, hát ez ilyen kisebb hatótávos képesség inkább, de nem igényel nagy hatótávot, szóval, hogyha közelünkben vannak csapattársaink, mondjuk dobunk rajtuk egy kicsit, hát ez inkább a életre és az energiára megy igazán rá, szóval hasznos támogató képességről beszélünk. Akkor van a Vex Armor, hármas képesség, ami azt teszi, hogy hát dob egy kicsit a páncélunkon, vagyis a pajzsunkon, már ahogy értelemszerűen, de inkább páncélunkon azt hiszem. És szintén ad egy kis fegyverbe való sebzést, szóval nem rossz értve az. Megnövő egy kicsit a túlélési esélyünket, de ez is képes időtartamra megy. És akkor van az F-figy nevű képesség, vagy F-figy. Most nem tudom hirtelen, hogy mondjam ki. Na mindegy. Ami azt teszi, hogy levesszük a páncélunkat szó szerint, és ugye hát akkor páncél nélkül fogunk emberkedni, és a páncélunk ugye maga a sárkány, ami bizonyos hatótávba hát kicsit szét pusztítja az ellenfeleket, de majd úgyis ezt is be fogom jobban mutatni, és akkor majd látjátok valójában, mit is tud ez a képesség, de kezdjünk is bele, azt hiszem. És akkor itt is lennénk a Chromával. Ugye, hát ez egy sárkány karakter valójában, ami szintén tűzelementár, de nem feltétlenül. És hogyha a képességeit vesszük szemügyre, az egyes képessége az nem csak tűzelementár lehet, ugyanis ezt lehet variálni, hogy legyen akár tényleg alapból tűzsebzés, akár tehetünk jeget bele, vagy elektromosságot, esetleg mérget. De ez persze attól függ, persze, hogy milyen elementár van a fegyverünkben, szóval ez inkább az befolyásolja, szóval ezen az első képessége. Ami egy olyan képesség igazából, ami rámegy az energiánkra, szóval ez nem az időtartamra fog menni, csak az energiánkba fog kerülni, úgyhogy hogyha van benne flow, meg elég erősség, hát akkor persze nyilvánvalóan az effektivitásra is nem árt figyelni, szóval streamline, ez a flipping per víz, az mindenképpen célszerűen van benne, mert kevesebb energiát használnak fel, szóval hasznosabb is lesz nyilván ezáltal. És ugye, hát tank karakterről van szó, de nem csak tank karakter valójában, mert részben támogató szerepet is betölt, szóval egy támogató tank karakterről is beszélhetünk. Úgyhogy, hát Survivorokon igazán a legalkalmasabb a Chroma, az én meglátásom szerint, de nem feltétlenül, mert egy Defenden is kellőképp megállja a helyét. De voltak épp sokféle típuson alkalmaz. Maszható karakterről is beszélünk. Na, hát akkor nézd meg a kettes képességet, ugye? Hát ez inkább ilyen csapatos karakter, vagyis csapatos karakter, csapatjátékra használt képesség inkább, szóval hát azt tesz, hogyha lennénk valami csapattársak, akkor kicsit kapnak ők is a erősségből, de ez már ható, vagyis időtartamra megy, jobban mondva. Azt jelenti a hatótávot, hát illetve igényel némi hatótávot is, de hatótávot azt elfelejthetjük szerintem, mert alapból a
100%-os hatótáv is elég, szóval azra igazán nem kell oda figyelni. Úgyhogy hát azzal nem érdemes szarakodni. Amire kell, akkor annál figyelmeztem, meg az erősség, az effektivitás elsősorban, illetve a képességidőtartam, de hát én a képességidőtartamra igazán nem figyelek oda, inkább az erősségére, mert az energiájára törekszem. Akkor nézd meg a 3-as képességet, ugye Verb, Szarmor. Ami szintén dob egy kicsit a erősségünkön, de hát ez is inkább a időtartamra megy, szóval hát ugye az időtartam, azt tudjuk, mi kell, Continuity, Constitution a legjobb kombó. Hát a Narrow Minded se rossz, de hát ugye az megveszi a hatótávot, ezért egy némi hatótával próbálnak, nem mondom, hogy ne legyen, de az alapszázas célszerű szemügyre venni. De most akkor nézzük meg a 4-es képességét, ugye mondtam ezt a bizonyos sárkánybört valójába, és levedlük szó szerint a páncélunkat jobban megfogalmazva, de hát eléggé zabálja az energiát, hogyha hát nincs, hogyha kevés az energiánk, szóval hát nem mondom, hogy nem jó képesség, de hát nagyon oda kell figyelni igazából az energia szabály. Közásra, meg mondtam, hogy az effektivitás, hogy kevesebb energiát ha mozzon fel a képesség használata közbe. Szóval arra igazán célszerű odafigyelni. Ha meg persze ez igazán akkor célszerű tényleg, hogyha van támogató karakter, aki pumpál minket folyamatosan energiával, mondom, menjünk így a Trinity-re, mert akkor aztán a chroma elég nehezen fog kifogyni. Szóval, hogy a kép verhetetlen. De nem mondom, hogy szólóra nem alkalmas, mert ebből kifolyólag, hogy tank karakter és részben támogató karakter így szólóba is meg fogja állni a helyét kellőképpen. Szóval nem igényel nagyon csapatmunkát, de hogyha mondjuk csapatban van, akkor még erősebb nyilván, hogyha támogatják a többiek energiában, mert hát akkor aztán lesz a tan meglepetés. Illetve módulás terén még a rage-et se alkalmazni bele, de majd ezekről is kitérek. De szintén strafa bíróság szempontjából ugyebár, jó, hogyha van benne. Good thinking is jöhet. Hát, élet meg pajzs terén, hát én nem tudom, talán ennél vigort alkalmazok, de Steel Fiber-t is érdemes belerakni, hogy azért a páncélunk sem maradjon le annyira, és akkor a tankolás így még jobb lesz, mint kéne. Ebben is a brugy erősebbek leszünk, és jobban fogjuk élni, szóval ezt nem kell jobban elmagyaráznom, én gondolom. Na hát, igazából én itt így elmondtam a lényegesebb dolgokat róla. De kicsit kitérnék a megszerzésére, de mert a megszerzését szóba hoznám, a Prime verziója még nincs a páncélnak, szóval egyenlőre arra ne várjatok, de majd idővel lehetséges, hogy lesz. Én ezt mindig ilyen, minden páncélnak lehet majd idővel, csak türelem és idők kérdése. Ami a megszerzését illeti, hát kicsit macerás lesz így elsőre, ugyanis ezt nem boss fogja nekünk dobni, és nem klános karakter, hogy csak úgy kivesszük, hanem küldetéses karakter, illetve azt mindig elfelejtem mondani, hogy a küldetésekhez célszerű, ha megvan az embernek a mesteri 8-as rangja, de nem feltétlenül szükséges hozzá a mesteri 8, de célszerű, hogyha az megvan, mert akkor minden küldi, nekikezdhetünk. Ugye mielőtt nekikezdenénk a kromás küldetésnek, azt ugyan meg kell néznünk a kódexben, hogy megcsináltuk-e a Stolen Dream nevű küldetést, mert az szükséges hozzá, hogyha nincs meg, szóval akkor eléggé megszívtad, úgymond szépen fogalmazva, mert hát az egy lopakodós küld igazán, elég sokat agyfaszkodtam ott, de hát nagy nehezen segítséggel sikerült megoldani. Szóval
De erre azért számítsatok, azt így elmondom. És hogyha megcsináltuk a Stolen Dream küldetést, hát akkor nyilván egyből belefoghatunk a rendes Chroma misszióba is, amit persze még mindig ott van a kódexbe nekünk. Azt onnan lehet majd kivenni. Szóval, vagyis nem kivenni, hanem ott lehet deaktiválni. Hát, hogy mi is kell a Chromához még, hát azt még majd úgy is el fogom mondani bővebben a megszerzés navigálásánál, de így fejből igazán nem nagyon emlékszem a... hogy melyik küldi, hogy kezdődik, de annyit tudok, hogy fel kell keresnünk Simariszt a Rüli-be, ami a Rüli az három bolygón van, Merkur, Szaturnusz és Plutó. Szóval ezeken a helyeken tudjuk majd megkeresni Simariszt, akinek fel kell venni egy bizonyos küldit, ami melyik hozzá kapcsolódik. És talán lehet, hogy rosszul mondtam a sorrendet, de azt mondtam, hogy nem emlékszem pontosan már sajnos. Van ezért elnézést, hogyha összekavarok titeket a sorrendel, de nem tudom, mert már egy kicsit régóta, mikor ezt csináltam igazából. Szóval le kell beszélni ott a Rilibe, ott meg kell keresni. Fent lesz az emeleten. Vagy nem tudom már pontosan hova, de igen, azt hiszem fent van az emeleten. Ilyen nagy lebegő, hát hogy is mondjam, Cephalon Simariszt a teljes neve. Hát én mesterséges intelligenciával kell beszélnünk, ilyen nagy narancsárgás mesterséges intelligencia, jobban mondva, nem tudom őt jobban körülírni, és majd megtaláljátok. Ez itt a lényeg, hogy Cephalon Simariszt neve. És akkor ugye le kell beszélnünk, ő adja az utasításokat majd, hogy szkennelgessünk neki ilyen bizonyos célpontokat, ezáltal kapunk pontokat, meg minden. És akkor ugye Simariszt fog minket navigálni majd a kromás missziónál, főleg. Szóval majd rá kell számítani igazán, hogy is merre, hogyan. És hogyha ezt megcsináltuk, ugyebár a küldetéseket végigcsináltuk, akkor azt fogjuk kapni a cuccait. Hát, hogy tervrajz, ugyebár a helmet hozzá, Classic System. De az összekovácsolásához a nyersanyagok mellé, ugye, meg a szokásos kredit mellé szükségeltetik majd, hogy legyen nekünk volt helmetünk, emberhelmetünk, Sharin Systemünk és Frost Cassisunk, igen, jó hallottátok, ezek is kellenek az összekovácsolásához. Szóval tulajdonképpen ezzel majd el leszünk, hogyha nincs meg nekünk ezek a darabok, szóval külön le kell majd farmolgatni a bossoknál, vagy épp a volt helmet, ugye, mert csak dojo-ból tudjuk kivenni, szóval elég szívás azoknak, akiknek nincs dojo-juk. Sürgősen keríteniük kell egy klánt, hogy kivegyenek a volt helmetet. Ugye ezeket külön bele kell majd olvasztani a építés során, a kroma építésébe, jobban mondva, és akkor úgy lesz már teljes a kép igazából, de hát meg is navigálni fog titeket a játék, hogy merre valójában. Na hát én akkor azt hiszem, hogy elmondtam, hogy nagyjából a lényeget a kromáról, szóval ezekre kell majd odafigyelni. De mielőtt még azért elmondanám a szokásos mondani valómat, vettem majd egy kis betekintés a megszervésébe. És akkor utána aztán neki is esetlenk a módolásának, szóval szerintem ne vesztegessük az időt és kezdjünk bele. Na, és akkor itt is lennénk, és először is elnagyálnálak titeket, hogy a
Rili volt a látó, és három bolygón, egyik a Merkur, azon belül is a Larunda nevű Rili, található a egyik, a másik a Saturnuson van, azon belül is a Krónia Rili, és a utolsó Rili, az a Pluton van, az Orcus Rili. Szóval itt találjuk meg majd Cephalon Simariszt, akivel beszélnünk kell erről a küldetésről, és majd ő navigált minket. Szóval ez lenne az egyik lépése a Chroma megszerzésének, a másik a Codexben van, azonből a questekbe. Mondtam ezt a Stolen Dreams nevű küldet, szóval ha ez nincs kész, akkor nem kezdheted el a Chromásat, hogyha ez megvan, akkor a te New Strange küldetés lesz az, ami a Chroma küldiben fog igazán majd vezényelni minket, ugye. És akkor lehet majd a cuccait megszerezni, volt a kép a Chromának. Na, és akkor mondtam, hogy a mesteri rank 8 azért nem árt. De már hamar is el lehet kezdeni, de az egy célszerű, hogyha az ember eljut a mesteri rang 8-ig. Ezeket nem hangsúlyozom. Elmondani, ugye a Warframe Marketet hiába nézitek, ottan nincsen kromatot, szóval azt ottan nem tudjuk megszerezni. Na, akkor nézzük most meg a... Ja, és ahogy mondtam, akkor a... még a Volt Helmet, ugye az a Dojo-ba kell kivenni értelemszerűen, szóval azt ott találjátok majd meg, a Demo Labor szekcióból kiveszitek. Emberhelmet, na hát ez van az ember, ugye Saturnus, meg kell farmolni, a Tethys nevű helyen van, csak most fertőzés van, de ez a tényszem, meg titeket. Emberhelmet ott van. Frost Cassic, a Ceres, azonban is az Extra, Extra nevű helyen, is. Tudjátok farmolni, ami kell majd hozzá, illetve a Sharin System, ami a Sedenám lesz, a Sharin megszerzése, amiből a Mervov nevű helyen, itt ennél a bossnál. Na elnézést, valamit kihagytam a Chroma megszerzését illetően, de hát ezek a lényeges lépései. Na akkor nézzük is meg a Chromának a módolását. És akkor itt is lennénk, ugyebár... ez azt hiszem, hogy igen, háromféle beállításunk van, hozzá kezdjük az elsővel. Van a hegyi olyan beállításom, aminek képesség időtartamát nem vettem figyelembe, de egy kis Steelfiberrel és egy vitalitivel egy kis tankolási értéket értem el a páncél és az érett terén, szóval célszerű ezekre is odafigyelni, mivel tank karakterről van szó. Ugye erő, sima egy prime slow, még mindig. Hát itt pajzsra nem gyúrtam, nem is nagyon lényeg igazából. Kormánál inkább életre vagy. Páncélra célszerű gyúrni, ezt elmondom. Legalábbis én szerintem azokra célszerű. Éppen egy időtartam, hogy mondtam, hogy nem vettem figyelembe. Steel Charge Aura érdemes nálam, mivel tank karakter, ebbe kifolyólag közel harcnál nagyobb hasznát fogjuk ennek venni. Effekti, ugye Streamline és Fitting Expertise, ezzel értővel tökéletes egyik variációja. Power Range, vagy hatótáv, hát azt Chroma nem kell nagyon figyelembe venni. Erősség, Power Strength, ugye, Sunset Fortitude, Intensify, ami célszerű választás a Chroma esetében, és a Rage. Van a P beállításom, aminek viszont odafigyeltem jobban az időtartamra, szóval hát ez inkább, hát, ha nem is mondom, nem olyan nagyon sok időt tartam, mondjuk, hogyha kivenném a Fitting Expertise-t, és raknék inkább bele, Sunset Fortitude-ot megtalálnám, akkor nyilvánvalóan jobb lenne, nem fér bele.
ebből kifolyólag így nem nagy százaléka van az egésznek. De hát igazából én nem nagyon megyek rá a időtartamra, mert én igazából azokat a képességeket nem részesítem annyira előnyben. Szóval, mondjuk akkor rakjuk ezt bele, de... Ugye így már is jobb lett a időtartamunk, de hát na, igazából dobott egy kicsit a pajzson azért. Hát a harmadik agility is jó, ha van benne igazából. De hát vigor, kis tankolás, az rage, constitution és continuity tökéletes időtartamhoz. Tehát, na, arról majd egy is lehetne, de nem tudom, hogy ez ilyen 100%-os totálhoz. Hát jó, hogyha van egy. Illetve az augment módokat mindig nem nagyon említem, de tényleg, hogyha van a Chrome-ba augment mód, hát már hogyha részesítjük azokat a képességeit, hát mondjuk ezt a Vexármot nem nagyon használom, de mivel az én szindikátusomból ki tudtam venni ilyen augment módokat hozzá, azért kivettem ezt a kettőt. Szóval hát azért az, hogyha van benne némi augment mód is. Steel Charger-ban még mindig. Hát ez olyan elmegy beállítás, én szerintem nem nagyon az effekti. Trafa bíróság, mi van Wooting King-el. Rage ugye. Hát és akkor erő a szokásos. De hát én azt hiszem, hogy elmondtam a Chrome-ról, amit kellett. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek. És császtok!